Kósárné Molnár Erika, a Stílusdivat Nyírbátor tulajdonosa, nem egyedül érkezett, gyönyörű hölgyekkel és az őszi trendekkel, fantasztikus ruhákat láthatnak hamarosan. Hát kedves Erika, egy picit azért hosszúra nyúlt szerencsére ez a nyár, úgyhogy még van lehetőségünk megvillantani, vagy megcsillantani ugye a nyári kellemes barna bőrszínünket, de azért már talán itt a jövő héten bizony nagyon jó, hogyha előkerülnek az ősziesebb darabok. Mi lesz az ősz trendje? Van-e nagy változás a divatban? Köszöntök szeretettel mindenkit. Igen, van változás. Az ocelot minta, tehát állat minta, kígyó minta, ki minek gondolja, vagy mit szeret, az most nagyon divatos lesz. És az anyagokban is megjelenik egy sima selyem blúz kötött formában is, vagy velúr formájában is, tehát többféle anyagot dolgoznak majd vele ezekkel a mintákkal. Nagyon jól kombinálható a bőrhatású nadrágokkal, szoknyákkal, amit bátran viselhetünk a hétköznapokban is, és általában ez elég jól szokott mindenkinek állni, hogyha megtalálja hozzá a megfelelő színt, mert nem mindegy, hogy mivel vesszük fel. Én mindig azt mondom, hogy egy letisztult kis ruhához vagy szoknyához kiegészítőként is használhatjuk, és nagyon divatosak, trendiek lehetünk az ősz folyamán. Igen, hát látjuk ugye, hogy itt a modellünk fekete nadrágot visel, és tényleg egy letisztult táskát, barna táskát, valóban, hogyha itt nagyon túl burjánoznának a minták, és mondjuk a nadrágja is mintás lenne, akkor az már talán egy kicsit sok lenne, de ebben az esetben ugye azt látjuk, hogy nagyon klasszul harmonizál. Említetted az anyagokat. A hűvösebbre forduló idővel gondolom, hogy az anyagoknak a struktúrája, a vastagsága is esetleg ugye növekszik, tehát vastagabb anyagokból dolgoznak most már a tervezők, illetve a szabászok. Igen, tehát a velúr hatású anyagok, mindenkin is van ez a kis ocelot mintás kis zakó kabátka, tehát ez egy elegánsabb helyre, vagy üzleti helyre, munkahelyre, szerintem egy nagyon különleges megjelenést fog majd biztosítani a hölgy számára, és szerintem a tekintetet vonza is, mert nagyon mutatós tud lenni, de egy, ahogy említettem az előbb is, egy letisztult, egyszínű ruhadarabbal kombinálva. Ugye, hogy beszéltünk erről, hogy az ocelot az a legtöbb ember számára, tehát a tigris mintára asszociálunk, de nem csak tigris mintások ezek a ruhák, hanem tényleg különböző vadállatok bőrére emlékeztet, vagy akár egy kígyóra is. Na most persze vannak, akik mégiscsak óckodnak ezektől a mintáktól, mondjuk lehet, hogy állatvédők, természetesen azért nekik is vannak nagyon különleges darabok, hiszen nem csak az ocelot minta az, ami hódít, hanem elsősorban különleges színek, amelyekkel a hölgyek vonzóvá tehetik magukat. Ebben mit tudsz, milyen újdonságot tudsz mondani? Hát újat nem nagyon tudunk mutatni, mert az ősznek a színei, tehát már most ezek nem a finom pasztel színekről szólnak, hanem karakteres, intenzív színek vannak. Ha kimegyünk a természetbe, akkor láthatjuk ugye a zöld, a mustársárga, az őszbarna, a bordó, tehát nagyon sok árnyalatot, vagy a májva színek megjelennek, és bátran viselhetjük együtt ezeket a színeket, mert ugye az ősznek a színe a karakteres szín, tehát erős színekről beszélünk, egy nagyon jól összehangolt szín, különleges egyéniségé tudja varázsolni egy mindennapjainkat egy hölgy számára. Andin is ez az erős zöld bőrhatású nadrág, mert ugye az nagyon divatos most, a velúr kis kabátkával, és egy kis nagyon kis finom puha őszies felső van rajta, amit most eltakar egy kicsit a mellényke, de a csíkok és a virágminta nagyon kiemeli. Tehát egy különleges kis kompozíciót tudunk összeállítani. Nagyon különleges ez a mellény tulajdonképpen, mert hogy ugye nincs ujja, de azért mégis már egy őszi átmeneti kabátra emlékeztet, és ennek az anyaga is ugye ez a különleges velúr hatás.
Ez a szín, ez úgy gondolom, hogy ez egy nyerő szín, és sokan azt mondják, hogy nekem nem áll jól, mert szürke vagyok, vagy fekete vagyok, és most azt látom a modelleken, hogy ez a mustár szín szinte mindenkinek nagyon jól áll, úgyhogy érdemes vele kísérletezni. Természetes, mi azért mondjuk mindig, hogy próbáljuk meg, aztán mondjunk egy véleményt, mert ezek a színek szerintem mindenkinek jól állnak. Zsuzsán ugye úgy szintén egy erős karakteres szín, ez a zöld, olajzöldnek mondjuk, és ugye a bordóval, a mustársárgával és a vanília színnel van kombinálva, egy világosabb nadrággal, amikor azt mondjuk, hogy nem mindig feketébe kell bújni, mert egy kicsit halsányabban és nagyon mutatós, trendi tud lenni. A táska sem feltétlen muszáj, ugye, hogy a ruhatárunkhoz menjen. Ebből igaz, megjelenik a bordó a fölsőben, de ha a bordó nem lenne, meg csak a zöld és a mustár, akkor is egy mutatós lenne ez a borvörösnek mondjuk most ezt a szint. Sokan úgy gondolják, hogy muszáj, hogy a táska és a cipő az harmonizáljon egymással, de én úgy hallottam, hogy most már ezt a szabályt is felrúgták a tervezők, tehát lehet más színű. A cipő más színű, a kabát, vagy a táska csak valahol azért köszönjenek vissza talán, és harmóniában legyenek egymással. A másik dolog, amit itt figyelve az összeállítást eszembe jutott az, hogy gyakorlatilag most nem tudom eldönteni, kortalannak tűnnek a modelljeit, tehát nincs átmenet, nem lehet tudni, hogy hány évesek. Egyrészt szuperül néznek ki, másrészt, hogy nagyon vidámak ezek a színek, hiába őszi színek, mégis figyelemfelkeltőek, érdekesek, tehát gyakorlatilag szerintem bárki kacérkodhat ezzel, akár 60-on túl is. Így van, és ha valaki bátrabban viseli a trendibb anyagokat, színeket, akkorából is le tud csalni egy 5-10 évet is akár, mert bevállalósabbak most már a, nem tudom, hogy melyik korosztálytól kezdjem el nevezni, hogy jó. Na, amit most látunk, ez gyakorlatilag egy ilyen igazi szőlőszüret illatot áraszt szinte, ez a két szín, tehát a bordó és ez a bizonyos mustársárga, és fantasztikus kiegészítőkkel, ugye az is megtalálható nálatok a boltban, és úgy látom, hogy itt is elszállt a tervezők agya, mert nagyon jó kis igazi feltűnő ékszereket mutattok be. Ez annak a lényege, hogy egy letisztult színhez, vagy aki nem szereti a mintás dolgokat, mert nem mindenki szereti, de fel tudja dobni egy szép nyaklánccal, vagy egy mellénnyel, és egész nap olyan mutatós tud lenni. Egyébként érdemes téged is megfigyelni a kedves nézőknek, ugye ebben a nagyon szép kis zöld overallban, egy fantasztikus kiegészítővel. Az overall azért ez a nyár folyamán is divatos volt, gondolom, hogy azért ősszel is, akár hosszújú változatban is elérhető, vagy valamilyen kis blézerrel, kabátkával meg lehet bolondítani. Amiket most látunk, ugye ezek utcai viseletek elsősorban. Ez teljesen utcai viselet, igen. Na, hát végignéztük ugye a négy hölgyet, szerintem azért közben még, amíg van egy pár percünk, szépen még egyszer felvonulhatnak, most itt ez az élő műsor varázsa, tehát egy rögtönzött divat bemutatóval készült a Stílus Divat Nyírmátorban, akkor mondhatjuk a kedves nézőknek, hogy bátran kísérletezzenek, ami viszont nagyon fontos, hogy próbálják fel a ruhákat, tehát néha az ember ugye rendel, próbálkozik internetes ruhavásárlással, de azért általában legalábbis az én tapasztalatom, hogy hát azok nem mindig jönnek be. Tehát a ruhákat föl kell próbálni. Így van, és nem kell félni attól, hogy esetleg színes vagy mintás, mert felvéve teljesen más, és amikor a tükörbe belenéz, akkor meggyőzi önmagát, hogy hát én ezt bátran viselhetem, mert mutatós vagyok benne, és tudom kombinálni a színeket, tehát most akármelyik ruhadarabot felvehetem, tehát a felső részt bármelyik színű nadrággal, tehát jól kihasználhatóak most ezek a színek, minták. Hát akkor Erika, én azt hiszem, hogy
megadtuk tulajdonképpen a kedves nézőknek a motivációt, úgyhogy ha ehhez hasonló ruhadarabokra vágynak, és személyes tanácsra, akkor keressenek titeket, hiszen szinte minden méretben elérhetők ezek a ruhák, úgyhogy nem csak a modellek által bemutatott méretben, hanem nagyobban, kisebben, úgyhogy óriási a választék. Köszönjük szépen, csodálatosak voltak. Köszönöm szépen, várunk mindenkit szeretettel.